tört a kocsi, nem fizet a kaszkó. Ha leakasz, nyugodt, de figula a frakó. Hát itt alapvetően a borterasznak a támpala készül. Ez azért most már pünköstkor meg fog nyitni, lehet látni, hogy gyönyörű szép panorámás terasz alakul ki. Hát ez még a fiatalabbik, legfiatalabbik pölgyfánk, ez csak egy ilyen 100 éves, tehát majd megöregszik. A vasakat és a földkupacot leszámolva, körülbelül ez a panoráma vár itt mindenkire, illetve természetesen a jobbnál jobb borocskáink. És hát ami nekem nagyon-nagyon fontos, mert hát mégiscsak ugye egy pincészetről van szó, az az, hogy itt a két boros pincének a felújítása, vagy a rekultivációja, az most már hál' Istennek a végéhez közeledik. Azért érdemes megjegyezni, hogy itt a balatonfüredi történelmi pince soron 4 darab pince van még, ami nagyjából boros funkciót szolgál. Ugye a keresztapámé, ami a dédapámé volt, a nagybátyámé, ami meg ugye a családé volt, illetve ez a kettő, amit pedig most újítunk fel, az összes többi alapvetően már nyaraló és lakóháznak van átalakítva. Tőlünk is kérdezték, hogy ezekből lesz-e akkor lakópark, meg ilyesmi, hát mondtuk, hogy lesz, csak nagyon sok palac fog lakni. Lehet látni, ugye már itt van a burkolóanyag, Zsolnából egy templomot bontottak el, annak a több mint 100 éves grófi téglája kerül alulra, hogy legyen egy lélegző helyzetet. Próbáljuk korabeli anyagokból, vagy legalább idős anyagokból valahogy nem korhűen, de a hagyományokat azért így tiszteletben tartva visszaállítani a dolgokat. Akkor látszik, hogy ugye egy méterrel jobbra el van tolódva a pinceajtó. Tehát ugye ez olyan, mintha az ember túl sokat ivott volna, vagy ha túl sokat iszik, akkor nem tudja, hogy jól látja, vagy nem. De ez ilyen. Tehát akkor még ugye így kezdtek, nem volt ez probléma. Tehát ez nem egy modern épület. Ezt a helyreállításnál is úgy voltunk vele, hogy akkor próbáljuk meg úgy, hogy minél korhűebb legyen. Te ide figyelj!